Az ünnepség hagyományosan a történelmi egyház áldásával kezdődött, Szőnyi Tamásné református lelkipásztor által, Tóth György tárogató előadása mellett. Az átadáson részt vett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő, valamint Hegy Dávid kormánybiztos, továbbá a település vezetője, Nagy László Bőcs polgármestere. A piac alapötlete egy vitából fakadt, ami két termelő között zajlott, hiszen nem volt elég hely az árusításra. Mindenképp megoldást kellett találni arra a kérdésre, hogy helyi termelők megfelelő körülmények között tudják értékesíteni a portékájukat. A beruházás vissza nem térítendő támogatás eredményeként jött létre. Volt egy termelő közötti vita, hogy ami nem is piacnak mondható, de bolt előtti területen vitatkoztak, hogy ki milyen helyen árusíthat, és lényegében akkor jött az a gondolat, hogy akkor bővíteni kell lenne ezt a lehetőséget, és teremtsük meg azt, hogy hogy legyen mód arra, és lássák akik termelni akarnak, hogy van hely. Remélhetőleg, hogy ezzel sikerül majd minél több embert termelésre bírni, és ugye hát maga, ha több az áru, több minőség van, akkor egyértelműen, hogy maga a bécsi lakosok is profitálnak belőle, mert több áru közül választhatnak. 118 millió forint topos beruházás van, használtunk fel így kompletten erre az épületre, illetve a piacra. Van 128 négyzetméter benti üzlethelyiségek, illetve a piacot kisegítő helységekből, tehát mellékhelyiségekből, mosdókból, takarítószerraktártól kezdve, tehát ami előírás szerint egy ilyen piacon lenni kell. És maga pluszban még ugye ez a kinti elárusító hely, ami most 7 asztalt tartalmaz, és hát nyáron azt hiszem ezek a kisebb termelők, itt ez lesz a kedvenc helyük. Van egy Volkswagen Crafter autónk, amit a Magyar Falu program keretében nyertünk, és remélhetőleg ez Bőcsnek az úgynevezett közüzemi működtetését nagyban fogja segíteni. Tehát fel tudjuk használni ahhoz, hogy Bőcs rendben legyen, tiszta legyen, és megoldjuk vele ügyes-bajos dolgainkat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, mindig van minek örülni, hiszen jobbnál jobb tervek válnak valóra, új fejlesztések vannak folyamatosan, melyekről érdemes beszélni, és érdemes átadni is. Egy közösség életén azok a közösségi terek tudnak változtatni, amelyek megújulnak, fejlődnek. A magyar mezőgazdaság értékeit kézzelfoghatóbbá akarják tenni, a termelői piacoknak nagyon nagy jövője van, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy el tudja adni a saját kertjében, saját keze munkájával megtermelt árut. A Magyar Falu program keretében sikerült egy hulladékszállításra alkalmas autót is beszerezni. A kormánynak mindig is fontos célkitűzése volt, hogy a vidéki élet lehetőségeit színesítse. A városok közszolgáltatásait lehessen elérni a kisebb településeken is, ezáltal, hogy széles választék áll rendelkezésekre a termékekből. Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő részletezte, még édesapja, néhai Koncz Ferenc segítsége által indult a kezdeményezés, majd később befejezésre került. Az itt élő embereknek nagy előrelépés ez a fejlesztés, hiszen nagyon jó minőségű magyar élelmiszereket lehet eladni és megvásárolni egyaránt. Azt gondolom, hogy a bőcsiek nagyon-nagyon vártak erre a termelői piacra. Tényleg polgármester úr még édesapámmal kezdett el ezen dolgozni, és az én első útam, amikor itt voltam Bőcsön, 2020-ban, mint még képviselőjelölt, gyakorlatilag az hangzott el polgármester úr részéről, hogy ez az a projekt, amit mindenképpen be kell fejeznünk, és meg kell csinálnunk, és tényleg azt gondolom, hogy Bőcs az egy
hihetetlen hely, ahol egyébként maga a borsodi sör is készül. Az itt élő emberek nagyon-nagyon büszkék a szülőföldjükre, a földre, az egész térségre, és azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen termelői piac itt épüljön, az mindenkinek egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, és hát több szempontból is maga a termelői piacnak, hogy mi a lényege. Egyrészt a helyi termelőknek biztosít lehetőséget, hogy a termékeiket gyorsan tudják árusítani, de azért azt el kell mondani, hogy nagyon jó minőségű, egészséges magyar élelmiszerekről beszélünk, amik itt megtalálhatóak, és azért egy közösségi tér is. Úgyhogy gyakorlatilag itt minden egyben megtalálható, és az a helyzet, hogy még a helyszínt is gyakorlatilag polgármester úr, még édesapámmal közösen találta meg, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon jó helyre épült, szép lett, és hát mindenkit arra biztatok, hogy minél többször jöjjenek majd ki, akár eladni a saját termékeiket, akár vásárolni, vagy beszélgetni egy jót. A Bölcsi Rózsafa Hagyományőrző Egyesület kísérte énekével az ünnepélyes szalagátvágást. Az épületben iroda és raktárhelység, vizes blokk és gombavizsgáló is kialakításra került. Minden adott hozzá, hogy a helyi és ide látogató embere minőségi adásvételt tudjanak lebonyolítani, ezzel is segítve egymás mindennapjait. Illetve egyfajta közösségi összefogás is kialakul ezáltal az emberekben, ami nagyon fontos, hogy erősítse az emberek közötti kapcsolatokat.